A Vászói Vízisínpad kellemes környezetében megrendezett találkozó célja volt, hogy elősegítsék a helyi közösségeket, a vidék és a települések vonzerejét, valamint párbeszéd alakuljon ki a különféle kultúrák között. A beszélgetés során a Balatonfüredi térségben régóta élő, más országokból származó emberek meséltek az ideérkezésük körülményeiről és a beilleszkedésük tapasztalatairól. A jó hangulatú beszélgetésen részt vett többek között Stoll Bettina, aki Ulm városában született, a Bonni Egyetemre járt, ott is kezdett dolgozni, majd a férjével Berlinben laktak. A 90-es években már nyaralójuk volt Akaliban, és az ezredfordulón vették meg a pécsei lovasudvart. Bettinának a férje halála után döntenie kellett a nagyváros és a Balaton felvidék között, utóbbira esett a választása. Rachel Szaborról kiderült, hogy egy angol bejegyzésű saját cégük van a férjével, távmunkában dolgozik. Környezetvédelem a szakterülete, azon belül is hulladékkereskedelemmel foglalkozik. A férje pedig remek fotós, de nem ez a fő foglalkozása, hanem nagy rendezvényeken, fesztiválokon, világhírű zenekarok koncertjein hangosít és világosít. A balatonfüredi Mahler Wolfgang Otto 30 éve áll a 125 éve alapított első füredi ipartestület élén. Rádió és televízió műszerészként 1975-ben jött Magyarországra az egykori NDK-ból, bár időnként még megkeresik a szakmája, gyakorlatilag már nem létezik. Az említetteken kívül részt vett még a beszélgetésben a füredi Fritz házaspár, Mónika és Béla is. Valamennyi vendég turistaként érkezett Magyarországra, vagy itt találta meg évtizedekkel ezelőtt élete párját, és az első perctől úgy érezték, hogy hazaérkeztek. Magyarországról kezdettől nagyon jók a tapasztalataik, kedvesek az emberek, a helyi közösségek azonnal befogadták őket, segítik az életüket, könnyen és gyorsan ment a beilleszkedésük. Törő Balázs a Lackó Dezső Múzeum etnográfusa rámutatott, sok színűség jellemzi a Balaton felvidék társadalmát, ami a térség egyik értékét adja. Rózsahegyi Tibor Vászói polgármestere aláhúzta, örömmel adtak helyet a vízisínpadnál a különféle nemzeteket képviselő emberek találkozójának, ami egyébként is jellemző a kisfalura. Sokat tanulunk egymástól, fogalmazott a polgármester. Az érdekes, vidám beszélgetés után a Balatonfüred Néptánc Együttes művészei adtak műsort, majd Fritz Béla szaxofonnal és zenésztársaival zenei időutazásra vitte a jelenlévőket.